Nyilvános sajtópróbára invitálták az újságírókat arra az új bemutatóra, amelyet Zsurcs Kati adaptált Benedek Elek meséiből. Az interaktív találkozás gondolatébresztő gyermekmesékre épül. Sok oka volt, hogy ezt csináltuk meg annak idején. Ugye Benedek Elek kapcsán jött létre maga a darab. Nagyon-nagyon sok Benedek Elek meséből raktam össze. És aztán rájöttem, hogy a gyerekek azért az alap, már az alap népmesei elemeket sem nagyon tudják. És gondoltam, hogy minél többet belepasszírozok ebbe a mesébe, hogy ismerős legyen nekik. A rózsát nevető király kisasszony történetéből természetesen nem hiányozhat a királyfi sem, aki segítséggel ugyan, de megtalálja lelke jobbik felét és boldogságát. Igazából felkészülni a szerepre, megtanulni a szöveget az egy dolog, de nagyon fontos az, hogy a gyerekekkel együtt éljünk, és hogy voltak éppen én személy szerint úgy fogom ezt fel, hogy a gyerekekből táplálkozunk, mivel, mint mondta, hogy ez az előadás is ugye interaktív, hogy nagyban befolyásolják és irányítják a gyerekek a történetet. A premier csütörtökön 15 órakor lesz a Pelikán teremben. Az előadásra várják mindazokat, akik szeretnének megismerkedni a király kisasszony, a királyfi, János és Ribiszka történetével.